300 milliós áfa csalással gyanúsítanak egy balatonboglári vállalkozót. A férfi Kínából szerzett be lámpákat, az árut azonban papíron Szlovákiában vámolták el, így itthon nem kellett utána áfát fizetniük. Egy boglári raktárban porosodtak a lámpák, amiket feltétlenül el akart adni a vállalkozó. A nyomozók a napokban csaptak le a férfira. A házkutatás közben pedig kiderült, hogy a villájában és az irodájában is lopta az áramot, illetve szlovák rendszámú autóval járt. Egy balatoni luxus ingatlanban készítették az adónyomozók ezeket a felvételeket. Az egymilliárdot érő ingatlanban konditerem, uszoda és játékterem is van. A nyomozók nem szórakozni jöttek, hanem lefoglalták a házat. A tulajdonost ugyanis több százmilliós áfa csalással gyanúsítják. Az elkövető a tengeren túról Kínából szerezte be az olcsó világítás technikai termékeket valójában azonban ezek az olcsó lámpák Magyarországra be sem érkeztek, hanem azt a látszatot keltették, mint hogyha több idegen cégen keresztül Szlovákiában helyezték volna ezeket vám alá. Így a magyar vevők el tudták kerülni az áfa fizetést. Az áru azonban mégis megérkezett Magyarországra. Ebben a Balatonboglári raktárban porosodott, amit felteltően még egyszer el akart adni a csalással gyanúsított vállalkozó. Így a lámpák értéke napról napra nőtt. A nyomozók a medencétől az udvarig az egész házat átfésülték. A házkutatás során több a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható bizonyítékot foglaltunk le, úgy mint fiktív táblákat, fuvarleveleket, könyvelési anyagokat, a boglári vállalkozónak a luxusautóját, motorkerékpárját, továbbá egy ingatlant, valamint az érintett cégek és vezetőinek a bankszámláin lévő pénzeszközöket. A luxusház udvarában az egyik áramszolgáltató autója áll. A házkutatás közben kiderült az is, hogy a vállalkozó az otthonában és irodájában is lopta az áramot. A boglári vállalkozóra és büntársaira a költségvetési csalás és magánokirat hamisítás miatt indult eljárás. Lefoglalták minden vagyonát, többek között ezt a luxuskocsit is, amin bár nem látszik, mert az adónyomozók kitakarták a felvételeken, szlovák rendszámmal használta a vállalkozó. Összesen hat embert gyanúsítanak az ügyben, ketten már előzetesben vannak.